szót halljuk, régmúlt időkre gondolunk. Nagy csatákra, híres hősökre, olyan eseményekre, amelyek már régen megtörténtek, vagy olyan emberekre, akik már rég meghaltak. De a történelem több ennél. A történelem megállíthatatlan folyamként hömpölyög végig téren, időn, emberi életeken és emberöltőkön. Minden ma élő vagy valaha élt ember a része, és mindannyiunk sorsára hatással van. 1956 számunkra már történelem, de azok számára, akik akkor éltek, a mindennapokat, a valóságot, az életüket jelentette. 61 éve történt. Azok közül, akik átérték eseményeit, sokan még köztük vannak. Ma már idős emberek. Családtagjai talán nem is sejtik, hogy mennyit mesélhetnének azokról a nem is olyan régi, sorsfordító napokról. Műsorunk az egyszerű emberek, a hétköznapi hősök sorsán keresztül állít emléket az 1956-os forradalomnak, amely a fiatalság egy kivételes pillanata volt. Folyik az idő. A végét kellene elérnem, azt hajszolom. A lehetetlen, az elzúgó álmod a szélben. Jandó Ferenc felesége Anna vagyok. Feri 45-ben jött haza, és 51-ig kínlódtunk. Addigra már meglett a három gyerek. 51. február 23-án Feri még nem jött haza, amikor eljöttek hozzánk, nem tudom kik, és azt mondták, nagy lopások vannak a gyárban. Mondjam meg, mit hordott haza a férjem. Az én férjem ugyan nem hordott haza semmit, de nézzék meg. Aztán mindent megnéztek, még a padlást is, de nem találtak semmit. Meg voltam rémülve. Másnap mindjárt a gyárba mentem, hogy megtudjam, mi van, hol van az uram. Aztán kijött a művezető. Elmondtam neki, hogy kijöttek hozzánk, és azt mondták, nagy lopások vannak a gyárban. Ő azt felelte, hogy Feri tegnap elvitték a gyárból. Aztán olyan szomorúan nézett rám, és csak annyit szólt. Bár az történt volna, lopások. Nem az történt. Azt mondták, politikai okokból viszik el. Aztán nem tudtunk róla semmit. Később folyamodtam ügyvédhez, apa barátja, az a Zubai, ahhoz mentem el.
Ő azt mondta, a maga férje olyan ártatlanul halt meg, mint Krisztus a kereszten. Ott voltam a tárgyaláson, tudom, mi bűne volt, de nem mondhatok magának többet. Nem volt neki semmi bűne, olyan ártatlan volt. Majd eljön az az idő, hogy elmondhatok magának mindent, de most még nem. Nem tudtam róla semmit, az sem, hogy mikor halt meg, vagy éle hol-e. Én vagyok annak a Spitek Istvánnak a felesége, akit kivégeztek. Úgy tudtam meg, hogy meghalt, hogy bementem a tanácsra a gyerekügyében. Délután volt. Az anyakönyvvezetőt még ott találtam. Elővette a papírokat, kezdi nekem kitölteni. Az volt az első kérdése, hogy az édesapja hol dolgozik. Az édesapja, azt én is szeretném tudni, hogy hol van. Én vagyok annak a Spitek Istvánnak a felesége, akit állítólag kivégeztek. Szeretném tudni, hogy el van-e könyvelve halottnak. Ő csak nézett rám, majd lassan bólított, hogy el van könyvelve halottnak. Elém tette az anyakönyvet, hogy olvassa már, de én már akkor nem tudtam olvasni. Október 23. A következő emberek lépjenek ki. Hajba Ferenc, Kulák. Szabó József, ifjabb Szabó József, osztályidege. Csóták László, Nyugatos. Nagy Lajosné, Fehér Péterné, Berke Ferencné, Belső Istvánné és a többiek. Kitelepítettek! Hogy állnak maguk? Nótát! Három és... Állj! Állj! Kitelepítettek! Talán nem tetszik? Hangosabban! Három és... és a házat is el kellett hagynunk. Bénultan ültünk, nem tudtuk, mit érnök legyünk. Anya sírni és sörveszékelni kezdett, és mi is bekapcsolódtunk. Apánk volt az, aki először erőt vett magám. Névsorolvasást tartottam. Soha nem felejtem el, hogy amikor egy menni is alig bíró öreg házas pár kilépett a sorból, egy fiatal lábos legény rájuk üvöltött. Na, vén szappamban valók, csipdessék már magukat! És a két öreg sírva ment tovább. Kényetlenek voltak az őrök nagyon. Voltak verések is. Ezekről senkinek nem lehetett panaszkodni, mert akkor aztán féltünk. Féltünk nagyon. Emberek, figyeljetek rám! Gyertek közelebb! Hazának rendületet! Tamra megy a hírhatnak! Itt az idő! Most vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok! Ez a kérdés! Választok! Magyarok istené! Esküszünk! Hogy rabok tovább! Nem állj, vagy várjál sors kezed! Itt élned, halnod kell! Az egészségtantanárnő késve érkezett az órára. Azt mondta, hogy a Corvin előtt hatalmas tömeg áll, és a gyöngycégulákat osztanak. Elővette egyet, kezdte nekünk olvasni.
Az állt rajta, hogy csatlakozz a szegedi egyetemistákhoz, majd felolvasta mind a 14 pontot. Azt mondta, hogy a közép- és felsőiskolások hatalmas tüntetéseket szerveznek a bennszobornál. De megkért, hogy ne menjünk a tömeggel, mert a Szabad Nép szerkesztőségénél óriási tömeg van. Az utolsó két óra már nem telt el rendesen. Mindenki erről beszélt, és senki sem figyelt a tanításra. A szünetben a tankönyvből kitéptük a címereket, és a táblákra óriási Kossuth címert rajzoltunk. Amikor kijöttünk az iskolából, láttuk, hogy röptédulákat osztogatnak, de lehetetlen volt szerezni. A tér másik oldalán egy 15 év körüli fiúnál három röptédula is volt. Az egyiket odaadta egy embernek, a másikat kértem, hogy adja nekem. És olvastam, mikor hazajött anyukám. Mondta, hogy a parlamentnél és a város több pontján is hatalmas gyűlések vannak. Ezeket a jelszavakat kiabálják. A szovjet csapat menjen haza, Sztálin szobrát vigye haza! Szovjet csapat menjen haza, Sztálin szobrát vigye haza! Vesszengerő! Vesszengerő! Rákosinak kötelet! Rákosinak kötelet! Bemapó és Kossuth népe, együtt megyünk kéz a kézbe! Bemapó és Kossuth népe, együtt megyünk kéz a kézbe! A Szabad Nép előtt egy ember egy autóról beszél, sokan hallgatják. Sokszor felhangzik az éjjel kiáltás. Az emberek kivágják a sallókalapáshoz címet a zászlókból, majd egy diákokkal teli autó vonul végig. Ezeket a jelszavakat skandálják. Aki magyar, velünk tart! Aki magyar, velünk tart! Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába! Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába! Függetlenség, szabadság, ez a magyar kívánság! Függetlenség, szabadság, ez a magyar kívánság! A Sztálin szobor ledöntése nem volt egyszerű feladat. 65 tonnás mostrót, először drótkövekkel és teherautókkal próbálták ledönteni, de csak azután sikerült, miután lábvágóval elvágták a csizmáját. És hatalmas szobor megremegett és dőlni kezdett. És mintha egy hatalmasat sóhajtott volna. A tér, ameddig a szem ellát, tel is tele emberekkel, és a sok ezer ember egyszerre lélegzett. A tüntetők a rádió felé vonultak. Egyrészt, hogy gerőbb beszélét megakadályozzák, másrészt, hogy bemondassák követeléseiket. Leszemteljesítették, de hamarosan hangokat lehetett hallani. Hallod? Kérdezte anyám. Lőnek. A tüntetők közé lőttek az árvihások. 8 ember esett. Csak hamar hatalmas tűzharc keletkezett. Október 25-én a Kossuth téren 8-10 000 főre növekedett a tömeg, mikor két tank is bevonult a térre. Szovjet felséggel volt rájuk festve. Egyszer csak elkezdődött a lövöldözés. Hátborzongató kép tárult a szemünk elé. A legmegtöbbentőbb látványt a tankok nyújtották. Őrült tempóba forgatták lövegtornyaikat, mintha csak az ellenséget keresnék, és mindegy ránk betüzeltek. A felkelődé fentségbe! Segítséget kérünk az ENSZ-től! A kormány felmondja a varsói szerződést! Biztonsági tanács megkezdte a magyarországi helyzet tárgyalását. Ma létezben honvédelmi minisztert elhittek a tököli lakfenyelbe, hogy tájékoztassák a szovjet csapatok kivonásáról! Kimennek, elmennek, hazamennek az oroszok! Véresen homlokod, félkarod felkötve. Tűzokádó tankok zúgnak dübörögve. Piros a vér a pesti utcán, munkások, ifjak vére ez. Piros a vér a pesti utcán, ifjak vére folyt. A három színdobogók mellé tegyetek ki gyászdobogót. Thank you.
rádió bemondta, megkezdődik a tanítás. Sokan hiányoztak. A kis Gályát egy eltévedt golyó találta el, Sósék, Kovácsék, Horváték külföldre mentek. És a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt. Bármi kicsi se siker esélye, s bármi nagy is az áldozat, amit követel.
2017. október 23. Te kicsi ország, el ne felejts, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy Pesti utcán folyt a vér. Áldottak vagytok sötét, dohos pincék, oltárra szentelt védőitek vére. Áldottak vagytok budapesti kövek, ti védtétek a harc maró kis népét, s ti köztetek lángolt fel hősen, halált megvetve, büszkén, ezzelősen, az ezer éves magyar dicsőség. Áldott négy magyar nép, ki a zsarnok ellen meghízott szívedet az utcára vitted. Ropogó gerincen legyen esettél fel az emberiség délceg szavait kiáltva. Béreddel írtad le a szabadság nevét. Áldott legyen fényes forradalmad, nemzet. Mind, aki jó volt, elment rég. Senki se mondja, hogy játszak még. Senki se kell, mind elment. Túl nagy a zaj, ott kint s itt bent. Nincs diadal, nincs taps és fény. Éjszaka lett a legvégén. Semmi se kell. Shut up.